Új migrációs stratégiát elő kedden a lengyel kormány. Az egyik fő elem a menedékjog idéglenes regionális felfüggesztése lesz. De nem csak ők döntöttek szigorításról. Az elmúlt hetekben sorra változtattak korábbi politikájukon az európai országok. Németország után Dánia is határellenőrzést vezetett be, tegnap pedig Norvégia közölte, idéglenes határellenőrzést állít fel a két uniós országgal közös határain. Bakondi György az m rámutatott Magyarország egyedül teljesíti a külső határok szigorú őrizetét, az Európai Unió mégis súlyos bírságot szabott ki hazánkra. Államhatár átlépni tilos. Ez a felirat figyelmezteti az illegális bevándorlókat a lengyel-fehér-orosz határon. Nem sokkal messzebb migránsok várakoznak az erdőben, civil szervezetek segítik őket, folyamatosan visznek nekik élelmiszert is. A migrációs nyomás egyre nagyobb Lengyelországon, a kormány ezért úgy döntött, kedden új migrációs stratégiát terjeszt elő, ennek egyik fő eleme a menedékjog ideiglenes regionális felfüggesztése lesz. Az államnak vissza kell szereznie a százszázalékos ellenőrzést afelett, hogy kiléphet be Lengyelországba. Az állam azért van, hogy olyan embereket hozzon Lengyelországba, akik tisztességesen akarnak dolgozni, adót fizetni, beilleszkedni a lengyel társadalomba, fogalmazott a lengyel miniszterelnök, aki azt ígérte, nem fogadnak el és nem vezetnek be egyetlen Európai Uniós elgondolást sem, ha megbizonyosodnak arról, hogy az a biztonságukat érinti. Ahogy telnek az évek, úgy változnak a vélemények, többek között Donald Tuské is, aki 2015-ben az Európai Tanács elnökeként még a bevándorlók befogadása, más tagállamokba való áthelyezése és a szolidaritás mellett kampányolt. Mint fogalmazott, a nemzeti érdekek egy részét fel kell áldozni a közös jó érdekében. De nem csak Lengyelországban ébredeznek a politikusok, az elmúlt hetekben sorra döntöttek úgy az EU-s tagállamok, hogy szigorítanak a határvédelmükön. Németország szeptember közepén zárta le a határait a migráció és a terrorizmus veszélye miatt. Dánia napokban jelentette be, hogy további hat hónappal meghosszabbítja és szigorítja az ellenőrzéseket a Németországgal közös határán és már Ausztria és Csehország is hasonló intézkedések bevezetését fontolgatja. Ezek a tagállamok jelezték azt is, hogy nem hajlandók visszafogadni azokat a menedékkérőket, akiket Németország visszaküld. Norvégia ideiglenes határellenőrzést vezet be két uniós országgal közös határán, közölte a norvég rendőrség is, amely korábban megemelte az ország terrorfenyegetettségi szintjét. Az intézkedés a Svédországgal és Finnországgal közös szakaszt érinti, Norvégia ugyan nem tagja az EU-nak, a Schengeni övezetnek azonban része. Súlyos társadalmi feszültséghez vezet az illegális bevándorlás. Egyes országok azért állították vissza a határellenőrzést a Schengeni belső határaikon, mert a közbiztonság súlyos veszélybe került náluk, és nem tudtak más tenni. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György úgy fogalmazott, Magyarország egyedül teljesíti a külső határok szigorú őrizetét, az Európai Unió mégis súlyos bírságot szabott ki hazánkra. Ebből arra következtethetünk, hogy arra akarnak bennünket rászorítani, hogy engedjük be az illegális migránsokat, és majd itt bírágassuk el a, a kérelmüket. Ennek tudjuk, hogy mi a következménye, látjuk Európába és akkor az történik, ami most a napokban már történik, hogy a belső határa rendelkező országok visszaállítják a Bakondi György hozzátette, ez a helyzet sürgős megoldást igényel. Erre tett javaslatot az EU soros elnökeként a magyar kormány. E szerint létre kellene hozni a Schengeni térség legfelsőbb szintű politikai vezetőiből álló tanácsot, amely rendszeresen ülésezne és döntéseket tudna hozni a térség védelme érdekében.